Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen az, igen, hát mondjuk lassan későre járó szombat délutánon. Itt Matthew, és bár Vemza, illetve Gamfi nem ér rá, ettől függetlenül nem vagyok egyedül, ugyanis van társaságom. Így van, üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Rögtön egy izgalmas meccsel kezdünk, ugye Matthew? Így van, egyébként nem mutatkoztál be, úgyhogy ezt helyetted is pótolom. A Champion Divízióban szereplő UCM játékos, a Vevi csatlakozott hozzánk a Challenger Divíziós mérkőzésekre, tehát majd a ezután érkező napi egyenlőség Vikings mérkőzésen nem lesz majd itt a kommentátorjárásban, de az összes többi mérkőzésen segítségemre lesz majd a mérkőzések során, és akkor foglalkozzunk is a két csapattal. Most az első meccsen az Elite Esports fog játszani a Genesis-szel. Az Elite Esports az előző fordulóban két, hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy mely mérkőzésen vereséget szenvedett az újon Sevi Sox-tól, a Genesis pedig a Please Forfeit-től. De mit jósolsz, mi lesz ezen a mai mérkőzésen? Hát én mindenképpen három gémet várok itt. Nehéz megmondani. A Genesis oldalán ugye azt lehet mondani, hogy új formáció, és nekik a támadást kéne jól összehozniuk, ami még nem működött eddig annyira. Elite Esports, ugye ismerjük őket, de ők se tudták hozni az első meccset. Meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok rá, és szerintem egy 2-1-es eredmény lesz. Nézzük is, tehát mind a kettő csapat egyébként vereséggel mutatkozott be az első fordulóban, és talán... És ott egy gól rögtön Quasartól. Így van, egyébként pont azt akartam mondani egyébként, hogy az előző szezonban még Nibs néven, vagy Nibs csapatnével játszott ugyanezzel felállással Scorpion, illetve Kiev, akkor Omen csapattársa ECDF volt, de a küzdenöknek még Pavóval vágott neki, és pont ezen ellenfél ellen buktál úgymond a kiesés, illetve úgymond a bemaradásért vívott harcot, és most valószínűleg szeretne úgymond bosszút állni az ellenfelükön. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz itt. Scorpion közben 0 boost-tal próbálja kihozni, de nem tudja. És az veszélyes? Kapufa! Majdnem 0-2. Kiev próbálja Kiev hozni. És sikerül Romanen átvinni. Nem biztos, hogy a legjobb clear. Menek közben, hogy virít az autója. Vazar. Itt a bal szélen, egyelőre Scorpion a szemben egy 1v1, Scorpion kiüti, de Omen erre már számított. Igen, ismét begyűjti a narancs csapat. Igen, és közben elindítok egy giveaway-t. Hasonló giveaway rendszerrel lehet vásárolni tiketteket. Ez azt jelenti, hogy a felkiáltója ticket parancsát tudtok vásárolni. Mond tiketteket, mint ahogy mondtam. Egy tiket 30 buszba kerül, és egy felhasználó legfeljebb 10-et vásárolhat. És ez ezután következő napi egyenlőség Vikings mérkőzés végéig lehet vásárolni. Aki pedig mennyire giveaway-t, az pedig egy drákókereket fog majd nyerni, úgyhogy érdemes játszani velünk. Maradjatok ki ebből. Bizony, de közben most már a kék csapat helyezi a nyomást a másikra. Scorpion, egyelőre mezői munka folyik, az egy gólt leszámítva, nem is nagyon történt egyébként olyan helyzet, amire gól lehetett volna. Közben gomfiátok, Vazar lőthetett volna, aztán kiebb üres kapu. Bizony, Kiev tudta értékesíteni a jó clear-t. Kicsit előragadtak a Genesis játékosai. Igen. Így is sikerült egy kontrát végigvinni. Talán a Tomen volt az, aki kicsit túl agresszívan följött ezzel a támadással együtt, mint ahogy azt indokolta volna a szituáció. És végül nem érhetett vissza. Így döntetlen. Bizony. És hezitálás a Genesis játékosainál. Persze, azt sem mondhatjuk, hogy 3 percnél az 1-0-át tartani kell mindenképpen, és kockázatot sem szabad vállalni. De hát cserébe viszont döntetlen. Scorpion, közben nem tudtok óra váltani ezt az ígéretes helyzetet. Omen, ebben az 1v1, Kievbe vagy a középre, érkezik erre Quasar, érkezik is backboard. Nem éri el Kiev, viszont Quasar ezzel úgymond ki is tisztázza a labdát. Igen, és most jöhet Kiev. Kiev egy lövés, Omen ki tudja védeni. Az első mérkőzésen aztán szórtam két kézzel ipari mennyiségben az ahumenes szóvicceket, most megkímélek mindenkit ettől. Köszönjük.
Quasar. Omen. Ott tartja még egyelőre a kék kapu előterében, de itt el is hal. Quasar lehet, hogy megszerezheti a hátradott labdát. Így van. Is van. Szép összjáték egyelőre. Egy fékkel át is hámozza magát. Kiemelni, jó lövés mellé! És pont széles. Igen. Még egyelőre ott tartja, önfeláldozó módon. Kiev. Pont Omen elé jött ide, Omen meg Kievre rá. Quasar utána kipattanott ismét, keresztléc. Tűzijáték alá veszi itt a kék kaput Genesis. Mindenképpen. Most esetleg felszabadulhatnak. Kellett Quasartól ez az érintés, mert Omen nem volt még hátul, és hogyha átmegy rajta az a labda, akkor akár gólt is szerezhetett volna. Ez viszont Kievtől nem volt egy jó megmozdulás, de Scorpion ott van. Jön visszaér. És megy az oda-vissza, most éppen az Elite támadhat. Egész jó passz. Szép gól Kievtől. Van, a szépen berakta Scorpionot középre. Nem tudta fölvenni a támadás fonalát sem Omen sem. Az a Roman még ment volna rá, de itt már vert helyzetben volt. Ezzel fordít az Elite Esports mérkőzés hajrájához közeledve. Méghozzá egy jó kijátszott tudatos akcióval. Igen. De én látom, megint akadozik a streaming nagyon minimálisan. Remélhetőleg ez nem fogja az élményt csökkenteni bármiben. Scorpion. Quasar visszaszerzi. De csak eddig. Omen próbálja megelőzni a rossz helyzetet. Nem igazán sikerül neki. Quasar megelőzi őt Scorpion. Omen kicsit sokáig kivár, valahogy kiüt, de pont Kiev elé. Quasarnak sajnos kevés busztja, igen. Egyébként abban nem vagyok, nem biztos, hogy Quasar vagy Quasar? Hogy kell ezt eljutni? Hát nem tudom, őszintén szólva. Ma egyezünk meg Quasarban, hogyha már te is úgy mondod. Gyenge lövés, de Kiev pont Omen elé üti 2-2. És Omen belövi. Igen. Nem volt benne egyébként ebben a támadásban, hogy gólt szerezett volna egyébként ebből a Genesis. Valószínűleg viszont annyira meglepte ez az erőtlen lövés a Elite Esports csapattagjait, hogy végül emiatt. Pontosan. És ahogy szokták mondani, most egy 25 másodperces mérkőzés kezdődik. Így van. Az előtte elveszegetett 4 perc 35 másodpercet. Nem adjuk vissza Omen, fölteszi magának, de le is adja Kievnek. Quasar vagy Quasar. Hoppán, elméri a védő! És bent is van. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez egy óriási klács, mert az utolsó fél percre még úgy jöttünk rá, hogy vezet az Elite, most pedig 11 másodperc a vége előtt, már a Genesis szár győzelemre. Igen, és ne felejtsük el, hogy először ők szerezték meg a vezetést, majd fordította az Elite Esports, és most a Genesis visszafordította a meccset. Még talán egy utolsó támadás, de Quasar odaér. És ha lepattan, de még nem pattan le, hoppá, az még mindig ott gurul, és csak most úgymond érinti véglegesen a földet, és ezzel a Genesis-é az első mérkőzés. Bizony, egy nagyon fordulatos meccs után végül a Genesis behúzza az első gémet. 9 lövéssel ráadásul. Az mondjuk elég sok. És 4 védése volt az Elite Esportsnak, hát nem tudom, hogy ez egyébként tudatosan volt egyébként, hogy egy defenzívebb felfogást vett volna itt föl. Kék csapat, vagy csak szimplán ennyire be tudta őket szorítani a Genesis? Hát nem tudom, de a 9-3-as lövő arány sem mutat igazából valós képet itt a nyomás eloszlásáról, hiszen az Elite Esports is elég komoly támadásokat vezetett. Úgyhogy kíváncsian várom ezt a Game 2-t. Vissza tud-e vágni? Vissza tudnak-e vágni? A játékosoknak adok még egy sípszót. És lassan kezdődik is a második game kickoffja. A Genesis 1-0-ás vezetésével. Szoros mérkőzés volt egyébként, még hogyha sokkal több lövése is volt Genesisnek kapura, de attól függetlenül végig partiban volt itt az Elite. Az viszont egy nagyon agresszív kitámadás. És be is hullik. Igen, Omen, 1-0. Omennek úgy tűnik szerencsét hoz a G2-s dekál.
Annyira sem nem követem sajnos az RLCS amerikai csoportkörét, de úgy tudom, hogy a G2 jól szerepel a észak-amerikai csoportkörben. Hát úgy néz ki, hogy abból a jó formából Omen is át tudott menteni valamit erre a mai mérkőzésre. Vagy csak lehet, hogy ő edzi az amerikai játékosokat? Hoppá, hoppá. Mik derülnek itt ki? Sőt, ezt Omen is hozza. Bazár nem mer rámenni Beauty oldalra. Nem is baj, kockázatos szituáció volt. Igen. Bazár, előre. Omen bal szélen, ezt tudja adni. Egy érdekes, tehát Scorpiontól. Nem, ki volt az, bocsánat. Scorpion volt az 50-50 rajtója. És ez Omené lesz. Nagy valószínűséggel. Omen még mindig. Egy miss vagy fake, ezt nem lehet tudni sohasem. Bazár, backboardról. Az veszélyesen csapódik lefelé, de Scorpion résen van. Szép volt. Igen. És főleg elég nehéz read volt, mert pont a hajló részéről esett le a fenti falnak. Igen, ez viszont egy szép összjáték, gól! 1-1. Ez hogy tette kapura Scorpion, te atya úristen, nézzük, mert kiért tőle jó centerezés és... Nagyon szép. Pont ahol el tudott férni a védő mellett, ott elküldte a labdát. 1-1. Fézár megszerzi a kicsit kellemetlen kickoffot. De rögtön jöhet is az elit. Illetve... Kiev V. Kvazar. Hoppá! Az bent van! Úristen Kvazar! Hát amilyen szép gól volt az előbb az elit e-sportsi, ami csapatmunkánként kidolgoztak. És annyira szép volt itt Kvazar egyéni megmozdulása. Jól küldi el először Kievet, aztán Scorpiont előzi meg. Szép mozdulat. Valóban. Ismét vezet a Genesis. Igen. Bocsánat. Egyébként én sem akartalak félbe szakítani, mert hallottam közben, hogy háromszor kezdtél volna bele egy mondatba. Ja, semmi gond. Igazából előfordul Konfióval, a Jömzával is, amikor ketten csináljuk. Kiev, apá. Az kellett Kvézától. Igen. Kiev utána kidemózza Omen, de nem tudja utána gólra váltani Scorpion ezt a lehetőséget, pedig üresen tátongott a kapu. Ez egy jó passz. Elképzelés jó volt, de Omen utána mégiscsak fel tudja venni a támadás vonalát. Kiev kiüti középre, Scorpion most megy csak rá. Lazar, ki oldalra, biztonsági játék, sőt talán azzal még mehet is. Távoli lövés, Omen ment rá. Kiev véd. Igen. Lazar. Nem biztos, hogy a legjobb touch Kvazartól. Sőt nem is az, de Scorpion is elméri és Kvazar javít. Úgy küzd azért a labdaért az elit, mint éhező koldus egy falat kenyérért. Tudják nagyon jól, hogy óriási lenne már a lemaradásuk, hogyha két meccs után nulla ponttal állnának a tabellán. Ugyanis az előző szezonhoz, szezontól eltérően, most már az utolsó négy helyezett csapat is kiesik a Challenger divízióból. Még az előző szezonban csak az két utolsó helyezett csapat esett ki, most változott a lebonyolítás, és már az ötödiktől nyolcadik helyezett csapatoktól is elbúcsúzunk. Pontosan. És jól tudják ők is, hogy ez a meccs igazából még simán behúzható. Igen, még 2 perc hátra van és egy gólos hátrány, ez nem ledolgozhatatlan. Viszont figyelniük kell itt a védekezésnél is. Igen, ez egyelőre jól hozzák ki. Jó volt az összjáték, de végül is, nem tudom, támadásokba csúszik hiba a gépezetben. Tehát a labdát jól hozza ki az Elite eSports, de utána csak probléma. Igen, ez jó megfigyelés. Mert mondjuk most volt egy kis double commit a Genesis-nél, de ebből nem lett probléma. Ráadásul Kiev és Scorpion összjátékából esetleg... Ez is egy szép összjáték volt két játékos között, de megint odaért egy védő. Kvazar éleszögből nem tudja gólra váltani. Érkezik Omen, szép megmozdulás! Én most őszintén megmondom, én nem is láttam volna meg azt az labdányérést, legalábbis kamera szempontból. Mondjuk azért innen talán jobban látni, de milyen szépen eltett a védő mellett Omen. Igen, igen. Egyre inkább megmutatják a játékosok, hogy nem csak az erő számít a lövéseknél, hanem hogy hova helyezzük a labdát. Viszont innentől kezdve nagy bajban az Elite eSports. Két gólos hátrányban nem voltak még a párharc során. És ráadásul most már csak 1 perc van hátra. Fézártod egy egész jó... És bent is van. Igen, az hogy ment be? Illetve úgy értem, pislogtam és lemaradtam.
Közel fölmegy, lemarad. Kiev. Scorpion nagyon kint volt, rotált még vissza, valószínűleg nem is volt ott boost egyébként a sorokban, ha volt, akkor igazából mindegy, mert nem érhetett vissza. 4-1. Bár Quasarnak is jár a dicséret, mert elég sok erőt helyezett abban a lövésbe a helyzethez képest. Igen. Meg lehet volna elfékelni kiel, de nem jött össze. Scorpion. Elhagyja Kievnek. Kiev. Szépen emelj át Oment. És Quasar. És majd. Quasar. Most megjegyeztünk, hogy Quasar, de Quasar. És azt Oment viheti tovább. Üres a kapu? Nem, Kiev visszaér. De pont Quasar elérti. Quasar. Oment. Mit csinál Scorpion? Nem tudom, kicsit bizonytalannak tűnt, vagy Kievet várta. Kiev egy pass Scorpion felé, de Omen előti előle. Omen. 20 másodperc alatt 3 gól. Nem érzem azt, hogy meg lehet ezt csinálni, főleg a játékképét mutatva. Sajnos én sem. A Genesis most beszorítja a térfelükre az elitet. Pézártól még egy próbálkozás. És nincs ott az ötödik gól, mérkőzés végeredménye, tehát 2-0 összesítésben a Genesisnek, akik ezzel megszerzik első győzelmüket a Challenger divízióban. Még az Elite Esports továbbra is nyeretlen. Szerintem az volt a mérkőzésük a kulcsa, hogy a Genesis nagyon jól átmentette az első gépben mutatott formáját, és az Elite-nek ez nem annyira sikerült, főleg védekezés terén. Igen, azért most is több kapra lövés volt a Genesisnek, bár nem annyi, mint mondjuk az előző mérkőzésen, de azért az, hogy kétszer annyi lövése volt, ráadásul milyen szépen elosztva 4-4-2-2. Igen. Szerintem ez azért döntő volt. Igazából az Elite Esports úgymond csapatként megint hozta azt, amit láthattunk tőlük. Többször is szép passzjátékokkal hozták egyébként a labdát saját térfelőkről, de ezt nem tudták végül gólra váltani, mindig a lövés pillanatában fogyott el úgymond a tudomány. Vagy legalábbis ezt is szokták mondani. Igen, és bár elő volt egy nagyon szép összjátékuk ezen a meccsen is, viszont valami tényleg hiányzott itt az utolsó érintéseknél. Így van. Egy rövid szünet után érkezünk egy Champion Divíziós mérkőzéssel. Vevi, neked most ideiglenesen megköszönöm, csatlakoztál. Viszont utána majd várunk vissza a következő Challenger divíziós mérkőzésekre. Érkezik ugyanis most a napi egyenlőség és a Vikings. Ez is egy érdekes összecsapás lesz. Ugyanis első hivatalos mérkőzését játssza Champion Divisionben Professor és Kokun. Az eddig a már bemutatkozott Vikings-el szemben. Igen. Úgyhogy majd Vevi várunk vissza 20 óra 30-kor. Rendben, köszönöm, és jó szórakozást a Champion Divisionhöz. Hamarosan jövünk.